Hello, szia, szevasztok! Eszti vagyok, és ma ezt a nyári finomságot fogom elkészíteni. Gyertek, megmutatom, hogyan. Első lépésként készítsük elő az avokádókrémet. Ehhez fogjunk egy kést, a vékonyabb felénél vágjuk be az avokádót egészen a magig, majd pedig óvatosan vágjuk körbe. Ezután fogjuk meg a két felet, majd pedig óvatosan csavarjuk meg, és nyissuk szét az avokádót. Most legyetek nagyon óvatosak, a késsel üssetek bele a magba, csavarjátok meg, és vegyétek ki. Mivel úgyis pépesíteni fogjuk, így nem szükséges, hogy a húst egészben tudjuk kivenni az avokádó bőréből, úgyhogy én fogok egy kést, először hosszában, majd pedig keresztben óvatosan bevagdosom az avokádó húsát. Majd pedig egy kanállal a héja mentén körbevágom a húst, és szimplán kiemelem. Mindezt egy keverőtálba fogom rakni. Majd pedig előkészítem az összes többi zöldséget, amit végül az avokádókrémbe fogok keverni. Ez nem a tradicionális mexikói guacamole recept lesz, de higgyétek el, isteni finom, és benneteket is arra buzdítalak, hogy nyugodtan variáljátok a recepteket, amiket éppen találtok és ki akartok próbálni. A retket először felszeretem, majd pedig vékony csíkokra vágom. Majd pedig fogok egy chili paprikát, ami nagyon-nagyon erős, és én nem akarom, hogy túlzottan erős legyen az avokádókrémem, úgyhogy csak egy kis darabot fogok használni. Ezt is szintén először hosszában felszeletelem, majd pedig keresztben apróra fogom vágni. Természetesen, hogyha szeretnétek, használhatok bármilyen chili szószt, szárított chilit, chiliport, teljesen rátok bízom, amihez éppen kedvetek van, vagy hogyha szeretnétek, ezt akár teljesen ki is hagyhatjátok a receptből. Reszeljétek le egy citromhéját, aminek majd a levét is fel fogjuk használni. Bármikor, amikor citromot vagy citromlevet használtok egy recepthez, javaslom, reszeljétek le a héját, még akkor is, hogyha éppen akkor nem fogjátok felhasználni. Ugyanis hűtőben 3-4 napig lefedve, gond nélkül eláll, és bármilyen sülthöz, halhoz, szószokhoz, mátásokhoz és salátához fel tudjátok használni. Hogyha éppen nem fogjátok felhasználni pár napon belül, akkor csináljatok belőle citromos fűszersót, ami hetekig eláll és isteni finom. Majd pedig jöhet egy fél paradicsom is, amit először két negyedre vágok, majd pedig egy kés hegyével óvatosan a húsa mentén kivágom belőle a magházat. Amit nem fogok kidobni, hanem most azonnal megeszek. Erre azért van szükség, mert a paradicsom magja rengeteg vizet tartalmaz, és hogyha ezt beleraknánk az avokádókrémünkbe, akkor nagyon-nagyon folyós lenne tőle. Ugyanezt teszem a második negyeddel is, majd pedig a kimagozott negyedeket vékonyan csíkokra vágom, majd pedig ugyanúgy keresztben apró kockákra. Ti természetesen akkorára vágjátok a zöldségeket, amekkorára éppen kedvetek tartja, én viszont szeretem, hogyha nagyon apró. Ugyanez lesz a sorsa egy kisebb darab uborkának is, először vékonyan felszeletelem, majd hosszában felcsíkozom, és végül keresztben apró kockákra vágom. Teszek bele még egy kis sárga kaliforniai paprikát is, ennek is ugyanaz lesz a sorsa, mint az eddigieknek, először felcsíkozom, majd pedig apró kockákra vágom. Most pedig készítsük el az avokádókrémet. Ehhez az avokádót én már egy keverőtálba tettem, amit meg fogok fűszerezni. Először is szárított petrezselymet teszek hozzá. Azért szárítottat is, nem frisset, mert a szárított fel fogja szívni az extra levet, amit esetlegesen a paradicsom és vagy az uborka fog engedni. Természetesen, hogyha szeretnétek, használhattok belőle frisset is, vagy pedig a mexikói recept szerint friss koriandert. Mindenféleképp sózzátok meg, én rózsaszín himalájai sót használok, ebből elég sok kell, de mindenféleképp kóstoljátok majd meg, ugyanis az avokádó nagyon sok sót felvesz. Természetesen borsozzuk egy kicsit, én majd pedig fogok egy habverőt, és azzal fogom pépesíteni az avokádót. Csinálhatjátok ezt akár robotrabszolgával, vagy pedig egy villával is, teljesen rátok bízom, amihez éppen kedvetek van. Addig pépesítsétek, amíg el nem éritek a kívánt állagot. Én szeretem, hogyha egy picit darabos még az avokádó. Ezután fogok egy spatulát, és letisztítom a keverőtálamnak a szélét. Igazából így az alap avokádókrém készen is van, ami így magában nagyon-nagyon finom, de én innentől kezdve fogom csak igazán ízesíteni. Először is teszek hozzá némi citromlevet, ehhez használhatok természetesen lime-ot is, majd pedig minden zöldséget, amit eddig összevágtam.
Mint említettem, ez nem a tradicionális mexikói guacamole recept, ez az én variációm az avokádó krémre. Arra buzdítalak benneteket, hogy nyugodtan kísérletezzetek, ugyanis a főzés nem egy exakt tudomány, és semmi sincsen kőbevésve, úgyhogy nyugodtan tegyetek bármibe bármit, amihez éppen kedvetek van. Úgy fogjátok megtanulni, hogy mit szeretek igazán, hogyha néha hibáztok, és ezzel nincsen semmi gond. De természetesen, mint mindig, most is ez a recept itt a leírásban és a Discordunkon is megtalálható majd, és hogyha szeretnétek minket élőben főzni látni, ezen a héten, szombaton 1 órától lesz a főzőshow a Twitchen, amiben aranygaluskát fogok sütni, és a Twitchnek is a linkje természetesen lent a leírásban megtalálható lesz majd. Mindent jól keverjetek össze, és mindenféleképp kóstoljátok meg, az avokádó meglepően sok sót fog felvenni. Én most még megsózom egy picit, majd pedig újra jól összekeverem, és igazából már készen is van, úgyhogy ehetünk. Természetesen így magában is tökéletes, akár zöldségekkel, akár tortillával tunkolva, esetleg friss spiritusra kenve, isteni finom. De most megmutatom, hogy én nyáron hogy szeretem a legjobban elfogyasztani ezt az avokádó krémet. Ehhez pedig szükségem lesz erre a rizstésztára. Ti természetesen használhattok bármilyen, viszont javaslom, hogy rizstészta legyen, ugyanis annak nincsen túlzottan erős íze, és itt most a guacamole vagy az avokádó krém lesz a lényeg. Ezt a fajtát én a Tesco-ban szoktam beszerezni, 2 perc alatt kész van, ugyanis csak le kell forrázni, hagyni kell állni 2 percet, leszűrni, és igazából már használhatjuk is. Forrázás után így fog kinézni, mivel nagyon hosszúak a szálak, így én 2-3-ba szoktam őket vágni, de rátok bízom, hogy ti hogy eszitek. Ezután rákanalazom az avokádókrémet, majd pedig mindent jól elkeverek. Mint említettem, a legjobb ebben a receptben is, igazából minden receptben is, hogy úgy variáljátok, ahogy szeretnétek, úgyhogy javaslom, próbáljátok ki másfajta zöldségkeverékkel, esetleg fűszeresebben, kevésbé fűszerezve, sőt, akár tehettek bele egy kis lazacot, vagy esetleg csirkét. Mindenféleképp kóstoljátok meg, és fűszerezzétek még, hogyha szükséges, de hogyha nem, akkor már igazából készen is van, és tálalhatunk is. Mint mindig, most sem vacakolok a tálalással sokat, csak szimplán a tányér közepére halmozom a tésztámat, amit megszórok még egy kis petrezselyemmel, majd citromhéjjal, ropogós magkeverékkel, teszek hozzá némi friss, fűszeres rukkolát, majd pedig néhány gyönyörű szelet füstölt lazacot. Remélem, ti is kipróbáljátok ezt a 10 perc alatt elkészíthető tökéletes nyári receptet. Jó étvágyat kívánok hozzá, és várlak benneteket legközelebbi szeretettel. Addig is sziasztok!